Szembe Szorel Artúr televíziós és rádiós műsorvezető, színész, modell, táncos, táncoktató és vívó. 1975-ben született Budapesten, édesapja kongói, édesanyja magyar származású. Születése után családjával Kongóban élt. 3 éves korában költöztek vissza ismét magyar földre. Szorel 17 évesen kezdett modellkedni, 21 évesen pedig profi táncos lett. Részt vett a Madás Színház Macskák című musicalének olaszországi turnéján is. 2004-ben megalapította a Kongói Vívó Szövetséget, és így részt vehetett az athéni olimpián. Televíziós karrierje az Echo TV-ben indult, majd a Duna TV-ben lett több műsorvezetője is egyben arca. 2010. augusztusától a TV2 Szappan operájában, a Jóban Rosszban című sorozatban dr. Kálem József szerepét alakította 5 éven keresztül. Ez idő alatt ismerte meg barátnőjét is, Kondákor Zsófiát, akivel együtt nevelik közös gyermeküket, Kátyát. 2011-ben megjelent önéletrajzi könyve, a Gulyás Leves Néger Csókkal címmel, ami a kettős identitás kérdését feszegeti. Szorel ma a Magyar-Afrika Társaság szóvivője és a Globo Televízió arca. Pályafutásáról mai adásunkban mesélt nekünk. Már gyerekként is ennyi minden érdekelt? Ennyire minden lében kanál voltál? Gyerekként egy dolog érdekelt, hogy a haverjaimmal valahogy összetalálkozzak iskola után, vagy óvoda után, vagy teljesen mindegy melyik létesítmény után, és akkor ott minél tovább bandázunk úgy, hogy aztán végén a szüleim vigyenek haza. Hát igazából ott nem voltam ennyire nyitott még semmire, mert ugyanazok dolgok foglalkoztattak, hogy focizzunk, bandával verődve, a másik bandával, nem tudom, milyen konfliktusba keveredjünk, stb. Tehát annyira nem volt annyira nyitott még a gondolkodás, mert sokkal később jött meg. Ugye születésed után nem sokkal Kongóba, édesapád kongói származású költöztetek, majd vissza Magyarországra, de az általános iskolai utolsó éveket már megint Franciaországban, tehát külföldön töltötted. Hogy élted meg ezt az úgymond állandó változást? Mivel fiatal voltam, egy pici, amikor ingáztunk, hát a Kongót az sehogy, mert ugye nagyjából nem voltam tudatában se magamnak, hát 16 hónapos koromban mentünk ki Brazzaville az egész családdal, aztán onnan 3,5-4 éves koromban jöttünk vissza Budapestre. Hát akkor is még kicsi az ember, tehát annyira mély nyomokat nem hagyott bennem az, hogy új társaság meg. És ettől persze kezdve sokkal természetesebbnek tűnt, gondolom én, az, hogy megint el kellett mozdulni, mondjuk édesanyámmal, amikor Párizsba költöztünk, és ott fejeztem be az általános iskolát. Tehát nekem ott az egy új közegbe beilleszkedni nem okozott nehézséget, meg nem volt furcsa. És azt mondom, hogy hála Istennek sokat mentünk balra-jobbra a világban, mert szerintem azért sok embernek frusztráló, hogyha gyakran változtat helyet, sőt kultúrát, és bele kell illeszkedni valami olyan dologba, amit nem ismer. Én nagyjából már ugye ezzel a franciaországi léttel, meg az afrikai léttel azért két olyan, meg egy európai kultúrkört, meg egy afrikai kultúrkört is sikerült megismerni. Legalábbis genetikailag magamba szívni, vagy nem tudom, hogy ami nem okoz nehézséget. Tehát most már így el kellett volna utaznunk még Ázsiába, akkor az se okozott volna nehézséget. Én örültem annak, hogy ennyit mentünk. Sajnos nem mindig sikerült együtt menni a családdal, de inkább az volt a nehéz, hogy mondjuk, hogy ilyen csonka családként bolyongtunk Európában, aztán utána végül is hazatértünk. Mert aztán azóta meg itthon élünk, úgyhogy ide se kellett nagyon beilleszkedni. Én legalábbis nekem nem tűnt úgy, aztán lehet, hogy valaki úgy látta, vagy úgy érezte, de én nekem teljesen természetes minden helyváltoztatás, minden szituáció, minden emberi kapcsolat, meg minden beilleszkedési fázis. Igazából nekem a nagyon furcsa változás, az a 89-90 hoztam, mert egy rendszerváltozás után ott előjöttek ilyen fickók, akik ilyen jackikbe voltak, kopaszok voltak, és akkor mindenki beszóltak, meg így megkérdezték, hogy mit keresek itt, hát én itt élek, úgy nincs ezzel nekem különösebb problémám. De nyilván utána kiderült, hogy ezek nem azért beszélgettek, hogy beszélgessenek, hogy legyen egy kis előjáték a kicsit groteszk módon annak a verekedésnek, ami utána következett, és aztán ugye ez egy 4 évig eltartott ez a fázis. Hát nyilván a szüleim azok, legalábbis édesanyám az nem úgy engedett el otthonról, mint aki nem éppen Vietnámba megy harcolni, mert nem olyan volt nyugodt. Apám megmondta, hogy védjem meg magamat, én meg megvédtem magamat, aztán leszámítva az egy helyzetet, amikor csúnya vége lett, legalábbis nekem, több már nem lett. És mondjuk ezt mondhatom, hogy apámmal köszönhetem, lehet, hogy magamtól én nem merek nagyon belemenni ezekbe a helyzetekbe, de hát ez a 4 év alatt azért kiképződtem így a street fight területén, de ez egy fázis volt, aztán olyan hamar vége is lett, mint ahogy elkezdődött. Tehát ezek a srácok, ezek így eltűntek, nyilván átalakultak, nyilván most már nyakkendőben ülnek valahol,
nyilván döntéshozó pozícióban vannak, de ezt a múltat tud se lehet így nagyjából elfejteni, én se tudom elfejteni, szerintem ők se. Van egy nagyon érdekes helyzet, volt egy szórakozó hely, ahol jártunk, Bandástúr még az opera mellé, és ott egy skinhead srácsal megint összebalhéztam. Utána pár hónap múlva találkoztunk megint, akkor a pultnál így néztük egymást, aztán 2-3 hét múlva megint, akkor közelebb kerültünk, akkor elkezdtünk vitatkozni dolgokon, és aztán nem tudom, egy év múlva hozott nekem egy könyvet, a Malcolm X-nek az önéletrajzát, tehát mondom, és akkor kérdeztem, hogy kicsit skizoid a helyzet, mondom, te mint fagyülő skinhead, otthon tartod a legradikálisabb amerikai polgárjogi harcosnak az önéletrajzi kötetét, ez hogy van? Mondta, hogy igazából neki ez csak egy ilyen poén volt addig az egyetlen verekedésig, amíg velem összekevered, és így elment a kedve. Azóta ügyész a srác, mai napig tartjuk a kapcsolatot. Nem nagyon foglalkoztam a tanulmányaimmal egészen az egyetemig. Általános iskolában sem, inkább ott a suliban is már voltak ilyen helyzeteim, hogy ott akkor itt meg kellett magunkat védeni, meg ott odaszóltak, én visszaszóltam, akkor csapkodtuk egymást, de... Hát meg nem is nagyon akartam, hát nyilván az apám az is keményen fogott, de akkor is egyfajtában ellenállás volt, tehát ilyen nem az volt, hogy oké, megcsinálom azt, amit mond a elsőre, a harmadikra, vagy negyedikre megcsináltam. Egy dolog rakott rendben, amikor kicsit hiperaktív voltam már, sok volt a verekedés, rengeteg beírást kaptam ott az iskolába, és mondták majd, hogy kicsit kezdek antiszociális lenni, sok az energia. És az energiákat úgy kötöttük le, hogy egy utcával arrébb, tehát ne kelljen messzire menni, mert közben még lehet, hogy történik valami. Egy utcával arrébb beirattak a szüleim egy vívóiskolába. És akkor ott azért ott leszedáltak. Rendesen jól lefárasztottak, és hazamentem, akkor valamit még tanultam másnapra, és aztán le is feküdtem. És előbb-utóbb az ember hozzászokott, de a vívásban kapsz egy nagyon komoly fegyelmet, szinte kvázi katonai fegyelmet, mert a vívóedzőt azt úgy hívott, hogy vívómester, amikor belépsz a terembe, akkor tiszteletem mesterrel köszönsz. Az idősebbeknek azt mondom, előre engeded, akkor az zuhanyzóban ők vannak elő mindig, ők fejezik be hamarabb. Hát csak ott volt valami rend, amit ott valamit rámpakoltak, és azt a Honvédban ott talált meg, abból a kis csapatból szemezgetett ki az én a későbbi edzőm, Decsi Istvánnak hívják. És akkor elmentünk a Honvédbe, és ott kezdtem ezt a vívó pályafutást, utánpótlás szinten. A vívásról később még lesz szó, de most akkor menjünk tovább. Érettségi után ugye az egyetem, Pesten csináltad az államigazgatási főiskolát, majd pedig Pécsen művelődés szervező szakon diplomáztál. Mikor vagy mindig is a humán beállítottság, a humán terület vonzott inkább? Nem tudtam én, hogy az vonz, az államigazgatás itt nyilván a szüleim erőltették, hogy na hát akkor majd eldöntik, hogy elképzelték, hogy én ülök valamilyen, nem tudom, kormányzati épületbe, és akkor öltönyben leszek. Jó, mondom, az is lehet, vagy nem lehet tudni, mi lesz ennek a vége, de azt még megcsináltam muszájból, mert ők, ez olyan, mintha megcsináltam, tehát ezért nem volt egy egyszerű suli, de hát megcsináltam. És magamnak viszont az már a Pécsi Tudományi Egyetemen volt ez a művelődés szervező szak, mert közben a kettő között járkáltunk, én táncoltam még annó egy táncformációban, és voltak kurzusok, amiket meglátogattunk Nidzában nyáron ösztöndíjas rendszerben, és nagyon megtetszett a város. És ez is egy kicsit ilyen saját, nem tudom, ilyen furcsa gondolkodásom, hogy elsősorban nem tanulni szerettem volna menni Nidzába, hanem ott élni. Ott van egy egyetem, Sofia Antipolis Egyetemnek hívják, annak van egy másoddiplomás kulturális menedzser, azt úgy hívják ki, képzése, és ez viszont feltételezi azt, hogy van egy első diplomád, szakirányú diplomád, és akkor én kinéztem egyet, és az pont a Pécsi Egyetemen volt, művelődés szervező, azt sikerült megcsinálni ott, és aztán utána másoddiplomás képzésben vettem részt Nidzában, francia ösztöndíja, francia állami ösztöndíja. Úgy egy egészen fantasztikus volt ott lenni a Kodazűrön, nappali tagozatos diákként, ösztöndíjért, kerettem a bagettet és a camembert sajtot, és ittuk hozzá jobbnál jobb borokot, meg az olivát, de közben még tanultunk is, tehát így ez a kettő, ez így nagyon jól működött együtt. Mit tetted, közben mentek a táncos produkciók, illetve a modell szakmába is belekóstoltál. Akkor még ugye kommunikációról nem volt szó, de kezdetben sem volt kamera, lámpalázad, színpadláz, vagy bármi. Én emlékszem, hogy Sütő Ennikő modelliskolájába elküldtek a szüleim, 92-ben, 17 évesen, és hát nyilván rögtön rám húzták azt, aki majd playbackkel, női szoknyába, parókába produkálja magát.
És ez nem azért, hogy erősítsük a sztereotípiát, hanem inkább azért, mert nekem nem voltak ilyen jellegű fékeim. Az összes többi srác meg lány, akivel voltunk, azok hát inkább egy kicsit féltek ettől a helyzettől, és akkor kivegye fel a szoknyát, elvegye fel a szorel. Kivegye fel a parókát, vegye fel a szorel, kiplébe kelljen, plébe kelljen a szorel. Úgyhogy így valahogy így nem volt ez nekem egy nagyjából akkor derült ki a számomra, hogy nekem ez a szerep, és valami szerepet játszik majd valamikor, de még nem volt tiszta, hogy mikor. A modellkedés az nem tartott sokáig, az egy 2,5-3 évig tartott. Nem tudom, előbb-utóbb azt, hogy beálljak és jön, akárhogy nézzek, nem nagyon jelentett kihívást. Egy kifutón kimenni, meg visszajönni, nyilván most lehet, hogy beletiprok valakinek, akinek modell karrier itt a vágya, nem kihívás. Tehát oké, lehet, hogy fárasztó, nekem sose volt az. Tehát, mindegy, alapvetőleg ugye mindenkinek a pap, kinek a papné. De ettől függetlenül adott van milyen rutint, hogy szerepel az ember közönség előtt, és ebből származott az a lehetőség, ami később nagyjából talán az volt a kapuja ennek a mai élethelyzetemnek, hogy a Déta Renikő hívott fel. Én akkor még nem voltam nagyon kulturális ember, nem is nagyon foglalkoztam színházzal semmivel, és akkor az édesanyám így fölvette a telefont, és lefogta a kajlót, és Déta Renikő hívott. Jó, mit akar? De tudod, nem tudom ki az, honnan tudom, add ide, mondom, igen, és ilyen nagyon rossz ilyen fellengzős módon, hogy jó, mit, hol, mennyiért, elmondta, és 96-ban fölléptünk egy közös produkcióban vele, az Atlanti olimpiára készülő sportolóknak a búcsú estéjén, és akkor ott kellett valamit ott táncolni, és ezt a koreográfiát egy koreográfus csinálta nyilván, akivel később elkezdtünk együtt táncolni, akin keresztül bejutottam a Macskák olaszországi turnéjába 97-ben. Hát így valahogy az adott egy kis rendületet ennek a művészkedésnek, hogy úgy mondjam. Nagyon jó is, hogy említetted az atlantai olimpiát, akkor térjünk vissza a víváshoz. 96-ban gondoltad volna, hogy te 8 évvel rá, tehát két olimpiai ciklussal később az olimpián állsz majd pástra, mint kongói vívó? Hát 96-ban nem gondoltam az olimpiára se. Az akkori olimpiára se gondoltam, nekem akkor még ettől a nagy mellényemtől még csak ez egy munka volt a sok közül. 2003-ban kezdődöttem, én 92-ben abbahagytam a vívást, azért tudni kell. És 2003-ban ültünk a haverjaimmal egy teraszon, és a Sydney olimpia, ami 2000-ben volt, ott volt egy úszósrác, Erik Musambaninak hívták, aki majdnem megfulladt a vízbe 100 méteres gyorsúszás közben, és nagyon röhögtünk rajta, hogy hű, de vicces tényleg, és akkor egyszer csak így lefagyott a mosoly az arcon, de hát ez hogy került egy olimpiára, hogy nem tud úszni? Ez mégiscsak egy érdekes történet. És aztán fölmentem az internetre, és hát bár igaz, hogy a több mint 90% a felnőtt tartalom, de vannak azért rajta információk is az interneten, és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, illetve a Nemzetközi Vívószövetség honlapján összeszedtem azokat az információkat, amik kellettek ahhoz, ami utána később megvalósult a kongói vívószövetség megalapítása. 2003. októberében alapítottuk meg, és decemberben már indulhattam is, ugye én voltam az egyedüli vívó, Kubában volt egy világbajnokság, és akkor ott egy régi edzőmmel felvettem a kapcsolatot, aki először hülyének nézett nyilván, hiszen kimaradt 11 év, és mondta, hogy hát ezért nem volt el olyan ügyetlen még régen, kadett korosztályos versenyeket nyertünk, érmeket szereztünk, csapatban, egyénibe, juniorként, magyar bajnok, tehát azt mondta, hogy nem volt el a rossz mozgás, csak eltelt 11 év, nézzük meg, mit lehet kihozni belőle, és azt lehetett kihozni belőle, 2004 áprilisában sikerült megnyerni azt a versenyt Tuniszban, aminek a győztese juthatott ki egyedül az olimpiára, és akkor ezt is sikerült abszolválni, és ezzel kvótát szerezni a 2004-es 28. nyári olimpiára 28 évesen. Jó volt azt érezni, hogy mondjuk egy Maurice Greene, vagy egy LeBron James, vagy egy Mary Pierce ugyanolyan kvalitású sportolónak tart, mint amilyenek ők voltak akkor, és LeBron James mindig aktív. De hogy ez ilyen nagyon furcsa volt. Tehát én akkor még nem nyertem se olimpiát, se világban, semmit. Nem voltam világhíres sportoló, most sem vagyok. De hogy ez az olimpia egy olyan történet ott a sportolók között, hogy mindenki azt gondolja, aki itt van, annak van oka itt lenni. Mert nyilván letett valamit az asztal, hogy jött legyen. Ez volt az egyik, ami nagyon szimpatikus volt. A másik, ami óriási élmény volt, az a nyitóünnepség. Hát az olyan frenetikus, hogy 60 000 ember tapsol neked, és így
üvölti az országod nevét, és akkor mindenki örül, és akkor azon gondolkodsz el, hogy milyen lehet mondjuk egy Barcelonába focizni. Minden hétvégén ezt éled meg, és húzok két jó cselt, és már mindenki megőrül, és holnap tele van az összes újság veled. Úgyhogy ezek egy nagyon, nagyon jó olyan élményeim voltak, amiket el nagyon felejtek el, sőt mai napig visszanézzük az edzőmmel közösen készített cirka 14 órás felvételt, amit így a 3 hét alatt csináltunk. Régen még volt a tanítványaik, akinek kötelező volt végignézni ezt az olimpiás felvételt. Nyilván nekik az nem volt túl érdekes, egy kicsit unalmas volt, de nekünk minden percet elmég. Erről az olimpiai szereplésemről Vujic Rutko csinált egy napló adást, még annó. És ugye hazajöttem itt az augusztus végén, itt már mindenki hívogatott balra-jobbra, ilyen újságcikkek, olyan szereplések, stb. És abban a napló adásban elejtettem a Rutko kérdésére azt, hogy mi a következő projekted, majd nem csinálsz majd legközelebb, majd síelek. És mire hazajöttem, a Magyar Sí Akadémia nevű szervezet megtalált, hogy majd szeretnének felkészíteni erre a síelésre, ami ugye nem is volt túl messze, torinói téli olimpia. Nyilván ez egy nagyon szép PR volt, utólag így bevallva nagyon szépen kitalált, felépített kommunikációs gépezet. Nekem felesen volt feltétlenül igaz. Az a része, hogy azért elég sokat voltunk síterepen, tehát majdnem egy fél évet voltunk egy év alatt a Kalinthia tartományban, nagyon szép helyeken sieltünk, és ebből is van egy nagyon jó történetem, hogy fölmentünk az egyik sífelvonón edzésre, és megjött rögtön az ORF, az osztrák közszolgálati tévé, a német RTL klub, meg nem tudom hány újságíró, meg és kikérdezték a kongói síelőt, mert ugye ez is kongói színekben zajlott volna. Úgyhogy közben mellettünk csúsztak le 130 az osztrák síválogatott tagjai, és a esti szaunázás során mellém ült egy fickó, bemutatkozott, mondta, én meg Benjamin Reich, néhányszoros világbajnok, világkupa győztes, és mondta, hogy ez komolyan gondolod, mert ez egy veszélyes, ebből belehalhatsz. És mondtam neki, ez nem komoly, ez egy kommunikáció, és mondta, így viszont tök jó. Úgyhogy Benny Reichval sikerült beszélgetni, hogy alig 5 percet egy szaunában, de így megnyugtatott, hogy akkor jó a döntés, hogy nem akarok lecsúszni, mert ez tényleg veszélyes lett volna. Vívó pást után akkor nem a sísáncon kötöttél ki, viszont másfajta deszkákon, színpadon, ugyanis, ha jól tudom, akkor pont az olimpiai szereplés hatására kerültél, illetve a Rutko Report hatására kerültél Tordi Géza figyelmének középpontjába is. Így van. Amikor lement az a naplóadás, még ez még az olimpia előtt volt, vagy elején, akkor éppen a Budapesti Kamara Színházban próbálták az Egy csepp méz című darabot, ahol kerestek egy ilyen karaktert, mint én vagyok, aki beszél magyarul. Nem találtak. Vagy úgy nézett ki, mint én, de nem beszélt jól magyarul, vagy nem nézett úgy ki, mint én, de beszélt magyarul. Tehát semmiképpen nem illett bele a történetbe, és ezt az adást látta Tordi Géza, aki rendezte azt a darabot, és leesett, azt mondta, hogy ez ki az a gyerek, hát ez beszél magyarul, ez a karakter kell. És nekem volt ott egy barátom, Dolmány Attila, aki ott a színház társulatában benne volt, megadta a számomat, főhívtak Athénba, én éppen az olimpiai falu medencének a partján feküdtem, és mondtam, hogy még 2 hét múlva én megyek csak haza, hát most addig az, most anyagolják ezt az egészet. De hazaérkeztem, 6-kor szállt le a gép, 10-re bementem a színházba, a Budapesti Kamara Színházba, mert már tolták oda a szövegkönyvet, meg a szerződést, és másnap elkezdtük próbálni az Egy csepp mézt. Ez ment 3 évig. És aztán utána Tordi Géza fölhívott egyszer, és ilyen furcsa, ilyen gáricsis történet, valahol ültünk, megint csak ezt csöröztünk a barátaimmal, és akkor így fölhívott, hogy hol vagy Szorel. Mit fogjuk mondom az oktogon, akkor gyere ide a játékszínbe. Mondom, minek? Már nem is volt a vonalba. De már arra már nem válaszolt. Amikor Tordi Géza fölhív, akkor csak elmegyek oda, ahol mondja. És akkor ott bementem a játékszín művészbejáróján, fölmentünk a művészbüfébe, ott ült Tordi Géza és Garas Dezső, és mondta, itt ez a szöveg, ezt nézd meg. Hát, jó, tanuld meg, oké. És akkor néhány instrukció után elengedtek. Mondom, ez mi volt? Ezt mondták, hogy ez az őrültnök ketrece, majd szólunk, ha kell lesz. És ide visszajöttem az oktomóra a játékszínből, ami nem tudom, cirka 3-400 méter, már hívott megint Tordi Géza, hogy hát akkor elkezdett próbálni teleszel Zsákob a szobalány az őrültnök ketrecébe, és akkor azt is csináltuk még 3 évig. És aztán utána, tehát nekem ez nem volt szándékom sose, hogy én színészkedjek, de hát ilyeneknek azért ritkán mond nemet az ember, tehát Hernádi Judittal, Tordi Géza, meg Garas Dezsővel dolgozni, azért nem a
nem a legrosszabb dolog a világon. Túl azon, hogy én akkor még, akkor már sejtésem volt erről a világról, de akkor annyira nem. Tudtam, hogy ezek nagy nevek, de olyan jó kapcsolatba kerültem velük, hogy nem éreztették soha azt, hogy én nekem ehhez a szakmához kvázi nincs közöm. Hát tanulmányi szinten és végzettségi szinten. Eddig így megtaláltak a következő éppen aktuális feladatok egymás után? Tehát ilyen szerencsésen alakult ez? Igen, de én azt mondom, hogy nekem nagy szerencsém volt, hogy mindig ilyen szituációk jöttek szembe velem, de nem feltétlenül így az arcomba. Tehát, hogyha nem telefonálsz, akkor nem jön bele, nem jön szembe az arcoddal ez a, ez a helyzet. Ha nem vállalsz el valami sztorit, akkor nincs, nem csinálsz egy olimpiai szereplést, akkor nincs bele naplóadás. De azt gondolom, hogy ezeket a lehetőségeket viszont észre is kell venni. És be is kell vállalni. Be kell merni vállalni, hogyha az ember szeretne egy kicsit valamilyen fejlődést teremteni. Ez sok embernek a problémája, hogy egy az helyzeteket se veszik észre, mondjuk ezek egy olyan helyzetek, amik tehát vak nem veszi észre, de ettől függetlenül nem csak arcon. Valami előzménye van. És ha nincs meg az előzmény, akkor nincs meg a helyzet. Tehát ez a kauzalitás, az okokozat. Én ebben hiszek. És nem azt jelenti, hogy úgy élem az életemet, hogy hátradőlök itt a padon, és akkor várom, hogy valaki teljesítájon, mondjuk nem tudom kicsoda, Martin Scorsese, és azt mondja, hogy de jól ülsz a padon, pont egy ilyen karakter kell. Nem. Nyilván próbálsz tenni ennek érdekében. Persze vannak üres járatok az életedben, amikor nem úgy alakul a dolga, hogy szeretnéd, de én nem tudom, azt mondom, hogy én bevállalós vagyok ilyen szempontból, és nem rizikós, nem kockáztatós, de szeretem azért azt, az új kihívásokat, amit még nem csináltam, lehet tanulni mindig sokáig. 2011-ben jelent meg néletrajzi könyvet, hogy jött az ötlet? Nem könyvnek indult az a könyv igazából, aztán az lett belőle. Hát az édesanyám nagy családfakutató volt, még mai napig is csak alábbhagyott egy kicsit ez a lendület, és ahogy így ment így vissza az időben, így jöttek elő nevek, és akkor kérdeztük sztorikat, de senki nem tudott történeteket a családból nagyjából, de a legidősebb élő generáció ugye a szüleim generációja, és akkor mondtuk, hogy akkor azokat a történeteket írjuk le, amikor ennek a generációnak a története, és ezt én írtam gépen, még telefonon. Anyukám mondta, jó, és akkor leírtam, és akkor volt egy rendezvény, egy hármas könyvbemutató, felolvastunk a Kálid Artúra, meg Nyáki vagy Nyéki Zsanett, bocsánat, hogyha rosszul mondom a nevedet. És akkor ott a szünetében, ott közben édesanyám hívott, figyelj, eszembe jutott valami, elkezdtem írni, és akkor mögöttem állt a kiadónak a főnöke, aki ezt az egészet rendezte, ezt a könyvbemutatót, és mondta, hogy mi az könyvet írsz? Mondom, nem csak egy ilyen sztorikat a családról, ezt küld már át, mert elolvasnám. És átküldtem, és mondta, akkor fejezd be, csináljunk belőle könyvet. És mondom, jó, hát akkor csináljunk könyvet. És akkor csináltunk egy könyvet. Tehát mikor azt jeleztem, hogy én szerintem kész van a kézirat, akkor utána kaptam egy szerkesztőt, aki azt mondta, na jó, akkor ez ebből a fejezetből megy, így puk-pak-puk, szépen összerakta, és akkor ezt itt javíts ki, szerintem itt írjál hozzá, szerintem itt vegyél le belőle. Nem volt kötelező, de hát nyilván az életemben nem csináltam ilyet, úgyhogy megfogadtam, és akkor ez lett a vége, ez a Gulyás Teres Néger Csokat című könyv. Amikor a címe volt a legnehezebb, mert hogy ezt a kettősséget próbáltuk meg ezzel szimbolizálni, ami az én, egy az én szám, és az a hasonló helyzetben lévő egyének származásából fakad, mint amilyen én vagyok. Tehát kettős identitástudattal rendelkező embereknek a kettősséget próbáltuk meg picit egy a borítóval, a történetekkel, a címmel valahogy szimbolizálni, mert akinek egy ilyen kettős kulturális hatásban éli le az életét, annak vannak problémái, hogyha nincs mind a kettő jelen az életében, édesapa, édesanya szinten. És hát erről szól igazából a könyv, egy identitás helyzetet boncolgató könyv. Jelenleg pedig ugye a Magyar Afrika Társaság szóvivője is vagy, amellett, hogy továbbra is próbálsz, ugye próbáljátok az ösztáncot. Ezt lassan egy éve töltött be ezt a pozíciót. Hogyan jött a felkérés, illetve mennyire gondoltad úgy, hogy mellé állsz a szervezetnek? Tehát gondolom akkor egyetértesz a törekvéseikkel. Az alapítása óta gyakorlatilag is van a szervezetet, aztán utána tagja is lettem. És amikor én a Jobban Rosszbannál fölmondtam, akkor hívtam fel a Balogh Sándort, az elnökét, az Egyesült Elnökét, és mondtam neki, hogy én most üldészkőt szabad vagyok, és mondta, hogy akkor jó, akkor viszont dolgoz nekem. Én meglepődtem ezen, de hamar, ilyen hamar nem vártam megoldást egy élethelyzetre, de megoldódott hamar ez az élethelyzet is. Túl azon, hogy egy olyan szférában kell tevékenykedni, ami közel áll hozzám, érdekel is,
És hát Afrika, hát akkor érte, nem biztos, hogy a Magyar Ázsia Társaságnak lennék a jó alkalmazottja vagy munkatársa. És szerintem én tehát valamilyen fajta hitelességet azért tudok nyújtani, túl azon, hogy nem vagyok se nem tudom, gazdasági szakember, se politológus, semmilyen ilyen szakvégzettségem nincsen, de vannak meglátásaim, de nem is az a feladatom igazából ennél a szervezetnél. Ezetül milyen projektek vannak a fejedben? Tehát mik a még megvalósításra váró terveid? Hát nekünk van egy Galler András Indián Bece nevű barátom, aki rendező, videóklippeket rendez, és reklámfilmeket, és stb. Tehát egy ilyen produkciós céget csináltunk már, hát ide tovább, már 20 éve talán. És ennek a ügyes-bajos dolgait kell vinni, tehát igazából ez működik. Hogyha most csak a videóklippeket nézel, akkor hát annyi tehetségkutató verseny van, hogy az előadók sose fogynak el, tehát mindig kell valamilyen nekik számukra fenntartott reklámfilmet forgatni, mert a videóklip nyilván ez egy reklámfilm az előadónak, és hát nyilván próbálunk még tovább. Szeretnénk egy kicsit, tehát ilyen üzletileg, hogy így mondjam, külföldre nyitni. Már a minőség már megvan ahhoz, hogy a külföldi piacon is meg tudjuk állni a helyünket, és ezt tényleg nagy képviség nélkül mondom. Most már csak az kell, hogy az első legyen meg, mert azt szerintem utána nagyon keveset dolgozunk majd Magyarországra.